Fél évszázada gyűjtögeti és használja a gyógynövényeket. A népi gyógyászat rejtelmeire javasasszony nagymamája tanította meg, Szabó Györgyöt, a bükki füves embert. A 86 éves Gyuri bácsi számos elismerést kapott, legutóbb magyar örökség díjat vehetett át. Január 23-án Gödöllőn a Művelődési Házban tartott előadást Gyógynövényekkel az energikus létért címmel. A parlagfűnek a levele az a leghatékonyabb. Tehát valószínűséggel ezt használták az ókorban is. A levelét. Az igaz viszont, hogy a virágját is használták, de azt már az ennek a múlt századnak az elején. De akkor mégis valahol mi a baj most? Egy előző előadásból valahol a televízió vagy a rádióban hallottam, hogy a baj az, hogy a levegőben rengeteg szemét van. Mondják is, hogy Sajószentpéteren a értékhatárt meghaladóan rossz a levegő. Káros a levegőben lévő por, meg szemét az emberiségre. Aztán utána Miskolcon is kimondták, meg Berentén is kimondták ugyanezt. És ilyenkor mi történik? Addig, amíg a parlagfűnek nincs virágja, addig is van a levegőben ilyen szemét, de lefújja a szél a levéről, vagy lemos az eső. Nincs, ahol megtapadjon. Viszont amikor a virág megjelenik, a bibe meg a porzón van egy ragacsos anyag, amivel oda csalogatja a méheket meg a rovarokat, hogy beporozzák őt. Ebbe beleragad rengeteg mennyiség. Ettől vagyunk allergiások. Én saját magamon kipróbáltam, és akkor Mecsvándor úr még azt mondja, hogy rákellenes hatása is van. Ezt már hallottam egyszer egy gyógyszerész professzornőtől is, hogy a parlagfűnek rákellenes hatása is van. Rengeteg dolgot tud. De nem szabad használni akkor, amikor virágzik. Nem a virágja miatt, hanem miatt a sok szemét miatt, ami rajta van a bibén meg a porzón. Magyarországon az emberek 25%-a használ rendszeresen gyógynövényt. Van nekünk 173 gyógynövény van a magyar gyógyszerkönyvbe feltüntetve, hogy azok gyógynövények. De Magyarországon már 1500-ban 570 féle gyógynövényt írt le Mélősz Juhász Péter. Mondom, azok a gyógynövények, amelyiket élelmiszernek akarnak minősíteni, azzal csinálhat azt, amit akar az Európai Unió, akármilyen törvényt hozhat a magyar kormány hozzá. Az emberek elindultak azon az úton, hogy 3000 évvel ezelőtt is azt a növényt gyógynövénynek nevezték, meg 3000 év múlva is annak fogják nevezni. A nép akarattal szemben egyszer Amerika megpróbálta megtiltani a szeszt. Sokan emlékeznek rá, mi lett az eredmény az amerikai szesztirálomnak. Megnőtt a maffia hálózat. A bűnözés akkora lett, hogy a végén be kellett szüntetni. Na hát, itt is akármit csinálnak, akarnak csinálni a gyógynövényekkel, de nem a gyógyszeripar akar, én szerintem, hanem a táplálék, élelmiszergazdaság, tehát az élelmiszertermelők, élelmiszergyártók akarják ezt csinálni. Akármit akarnak csinálni vele, az emberek gyógynövényt akarnak, és azt is fognak használni. Hihetetlen milyen lendület indult el ezen a téren, és egyre jobban fog terjedni. Segíteni kell a májunknak, a vesénknek és a verejték mirigyeinknek, hogy ezt a rengeteg méreganyagot ki tudjuk dolgozni magunkból. Vannak rá gyógynövények, teljesen egészséges vagyok, és 20 éves. Semmi bajom nincs, akár nő, akár férfi vagyok, 20 éves vagyok, ó, nekem nem kell semmi, de kell. Egy héten egy csésze tea a májamra. Hogy a májam azt a rengeteg szemetet
kibírja dolgozni a szervezetemből. Gyermekláncfűnek hívják, mezei katánnak hívják, aranyveszőfűnek hívják, és esetleg, ha nagyon erőset akarunk, akkor úgy hívják, hogy kisezerjófű. Vagy az egyiket, vagy a másikat, vagy a harmadikat kipróbálom. Veszek egy zacskót az egyikből, egy héten egy csészével megiszom belőle. Aztán, amikor az elfogyott, akkor veszek a másikból, azt is kipróbálom, egy héten egy csészével megeszem. Hihetetlen, hogy mi mindent segítek a szervezetemnek a méreganyag kidolgozásában. Gondoljanak bele, mindnyájan tudják, akik itt vannak, hogy az egyházak annak idején két nagy böjtöt írtak elő az emberiség számára. Minden egyház. Ősszel, tavasszal. Én is ezt javasolom, ez legyen az első, és ez legyen rendszeres. Tavasszal egyik héten, vagy egyik nap egy csésze csalánlevélteát fogok meginni 4 hétig, a másik nap pedig egy csésze diólevélteát. Ez még a májam mellett is feltétlenül fontos, tehát a májam segítése mellett is. A csalánlevél a vérereket takarítja ki belülről. Nem lesz lerakódás, nem lesz pak. Mert ki van tisztítva a vérerem egy évbe kétszer belső oldaláról. A diólevél pedig a nyirokereimet fogja kitakarítani, ahol vannak a limfocitáim. Azok, akik védenek engem. Kitakarítja belülről. És akkor szabad lesz az út minden sejtemhez, megfelelő mennyiségű oxigén, megfelelő mennyiségű táplálék fog a véren keresztül eljutni, és tökéletesen fog működni az immunrendszerem, a szervezetem, a felismerőkészség, és a többi, és a többi. Gyuri bácsi szerint egy héten legalább 3-szor 20 perc erejére izzadni kell, hogy méregtelenítsen a szervezet. Én most a múlt évben mondtam az elején, 3-szor voltam vérvételen azért, mert a koleszterinem nem volt megfelelő. Összkoleszterint érnek most már egy pár éve. Tehát a referencia érték 2,8 és 5,2 között van. Én 5-ről indultam. A házi orvosnőm, hál' Istennek, ő nagyon elfogadja, hogy én magam meg akarom gyógyítani, ha nekem valami bajom van, csak ad rá időt. Mondtam neki, hogy ez nekem nagyon sok. Jó, egy fél év. Elmentem egy fél év múlva, és akkor valami gyulladás keletkezett a szervezetembe, mert ugyan a koleszterinem lement 3,8-re, de mondta, hogy a vérképen gyulladás jelez. Adok 2 hetet, Gyuri bácsi. Mondom, 3-at tessék adni. Jó, rendben van, adok 3 hetet. 3 hét múlva elmentem, elmulasztottam a gyulladást, az nem volt már a harmadik vérképemen, és a koleszterinem lement 3,7-re. Azóta is jó vagy. Gyógykúrt használtam rá. Meg Veronikát. Egyszer az egyiket, egyszer a másikat, a Veronikát este kell, a gyógykúrt napközben kell meginni, csökkenti a koleszterin szintet. Sőt, akinek kertjében van, nekem is van, csak nem sok, mert ott nálunk sziklás a talaj. Salátaként. Egy ilyen félmaréknyi salátát a salátába belekeverek, amikor tudok szedni, és akkor aznap nem iszom teát. Gyukúrteát, hanem a salátát eszem meg. Rengeteg C-vitamin van benne. Ilyenkor is van, még a hó alatt is ki lehet kaparni a gyukúrt. Akászosban van sok, meg a szőlőkben. Tehát térjünk vissza akkor még ugye a magas vérnyomásra. Adtunk a veségnek valamelyik gyógynövényből segítséget ahhoz, hogy a vesénk jól működjön. Adtunk a koleszterin termelésnek a segítésére, hogy ne legyen túltermelés, szintén gyógyteát,
De a vérnyomásunkat is csökkenteni kell. A vérnyomásunkat több növényel, 3-4 olyan gyógynövény van, amivel hatékonyan lehet csökkenteni, nem kell mindjárt a gyógyszerhez nyúlni. Galagonya virágos hajtásvég, talán ez a leghatékonyabb. A másik a fehérfagyöngy, a harmadik pedig a pásztortáska. Most akkor galagonya teát is kell már innunk, megelőzésre is. Én nekem 127-től a szisztolét mondom, tehát a felső értéket mondom, 120 valamennyitől a felső értéken 134-ig ingadozik. Attól függ, hogy milyen állapotom van, mennyire vagyok ideges, mennyire dolgoztam, stb. Stb. Mérem, nem túl gyakran, de az se szabad. Egy héten egyszer, két hetente egyszer, reggel este megmérem a vérnyomásom, de minden nap iszom a galagonyát, mert én már 86 éves leszek. Mert a galagonya vérnyomás csökkent, az enyémet nem. Mert az én szervezetem, meg mindnyájunk szervezete tudja, hogy erre nincs szüksége, tehát akkor azt a részét nem használja. A vérnyomás csökkentő részét nem használja, nem kell neki. Hiába akarom adni neki. Szívritmus szabályoz, jó a szívritmusom. Szívideget nyugtat, ez is nagyon jó, nem ideges, nem, nincs olyan, hogy megáll a szívem, aztán egy nagyot dobban, jó a szívritmusom. És a szív és az erek izmait rugalmasan tartja, meg kitisztítja az ereket, különösen a nagy ereket.